Az igazság oda át van, ezt mondta El Simon László arra a kérdésre, hogy kifejezetten az RTL-re találták-e ki a reklámadót. A miniszterelnökség államtitkára azt mondta, nyilván támogatja a kormánynak azt a javaslatát, hogy tovább emeljék a reklámadót. Lázár János egyébként korábban itt az ATV-n, a Szabad Szemmelben ismerte el, hogy az RTL-re szabták ezt az adónemet. Szerintem azzal függ össze, hogy az RTL Klub évek óta nem fizet tisztességesen adót Magyarországon. Ezzel az egy dologgal függ össze. A Szabad Szemmel című műsorban ismerte el Lázár János, hogy kifejezetten az RTL miatt vezettek be Magyarországon reklámadót. Azt mondta, a csatorna nem adózik rendesen, ezért meg kellett rendszabályozni őket. Az egy beszédes dolog, hogy adóoptimalizálást hajtott végre. Az én véleményem szerint nem föltétlenül törvényesen és semmiképpen nem etikusan az RTL Klub Magyarországon, és nagyon sok pénzt keresett és vitt ki az országból. Később Lázár János célzott arra, hogy újra gondolhatják a reklámadót. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter viszont kizárta, hogy hozzányúlnának ehhez az adónemhez. Végül hozzányúlnak, de úgy, hogy tovább emelik a felső kulcsot 40-ről 50%-ra. Az RTL soha. A csatorna programigazgatója az Egyenes Beszédben azt mondta, a reklámadó nyilvánvaló támadás az RTL és a sajtószabadság ellen. Kolosi Péter elmondta, a kormány újabb kemény fellépése ellenére sincs semmilyen bizonytalanság az RTL-nél, és a híradó hangvételén sem változtatnak. Az, hogy az RTL milyen híradót csinál, és ez picit egyébként az előző témához is tartozik. Ez kizárólag az RTL belügye. Ez a sajtószabadságnak ugyanúgy része. Ha mi holnaptól úgy döntenénk, hogy mi kizárólag ismét bulvárhíradót csinálunk, előre mondom, nincs ilyen szándékunk, az is a magánügyünk lenne. El Simon László államtitkár egy mai sajtótájékoztatón nem akart érdemben válaszolni a reklámadóval kapcsolatos kérdésekre. Kormány tagja vagyok, a kormány javaslatait támogatom, erről többet nem tudok mondani, maradjunk a Hausmann-termnél. De szerintem egyértelmű volt, amit mondtam, a kormány javaslatait én támogatom. A miniszterelnökség államtitkára hajthatatlan volt, és tájékoztatójának végén extra gyorsasággal elhagyta a termet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Az újságírók is próbálták utolérni a nyúlcipőket felkapó államtitkárt. Sikerült, de válaszokat nem kaptak. De most tényleg nem? Elmondtam a véleményemet, többet nem tudok mondani. 40 perc múlva. Megköszönöm a sajtóképviselőinek, jó, hogy menjen el államtitkár úr. Ezután ismét begyorsított az államtitkár, majd arra a kérdésre, hogy hol itt az igazság a reklámadóval kapcsolatban, a következőt válaszolta. Az igazság oda át. Korábban El Simon László, a reklámadóról szóló törvény beterjesztője, több alkalommal is cáfolta, hogy az RTL Klub lenne a különadó célpontja.